Március 24-től az ország legnyugatibb városában is megjelent a polícia. Mostantól Csapváros utcáján is járőrözni fognak. A 10 rendőrből álló egység a várost két részre osztva, 12 óránként váltva őrzi majd a rendet az Európa kapujának is nevezett településen. A város mellett húzódó Csapkijev ország út szakasza is a felügyeletük alá tartozik. Érdekesség, hogy a Csapi utcákra a járőrök nem Toyota Prius-t kaptak, hanem speciális Renault terepjárókat, amelyeket a napokban helyeztek üzembe. Valeri Szemárdák Csap polgármestere hangsúlyozta, minden csapi lakos megérdemli, hogy biztonságban tudhassa magát. Ezért a polícia munkatársai számíthatnak a városi tanács támogatására. Furcsa kinézetű, kicsi kerekű torzjárművekkel találkozhat az, aki manapság a kárpátaljai megyeszékhelyre, Ungvárra látogat. Alig pár kilométerre az Európai Unió határaitól ilyen indiai, szovjet vagy éppen orosz járművekkel találkozhatnak az utazni vágyók. A helyzet máshol sem jobb, a nagyobb ukrán városokban is ilyen buszokkal oldják meg a tömegközlekedést. Ungváron a vonaljegy ára mostantól 3 hrivnya helyett 4-re emelkedett. A magyarországi nézőnek az ár mulatságosnak tűnhet, de az ukrajnai bérekhez képest ez az összeg is magas. Az országban ugyanis egy átlagos havi bér 15-30 ezer forintnak megfelelő hrivnya. Megterheli a pénztárcámat az áremelés, a városon kívül lakom, a fizetésem is kevés, ezért amikor csak tehetem, gyalogjárok. De ez nem mindig sikerül, panaszkodik ez a nő. Mindennek felment az ára, az alkatrészek is nyilván drágák a buszokba, a lényeg, hogy a nyugdíjasok ingyen közlekedhessenek. Aki pedig fuvarozik, hadd keressen egy kis pénzt, mondja ez a férfi. Az elavult és rozsdás ungvári járműveket magánvállalkozók üzemeltetik, így a géppark felújítása helyett a gyors haszonszerzés a fő cél. Ha az utas jegyet vásárol ezeken a buszokon, számlát legtöbbször nem kap róla. A sofőr a jegypénztáros és az ellenőr is egyben, a vásárlás pedig pénztárgép nélkül zajlik. A fuvarozók már számos alkalommal kérték az önkormányzattól a településen belüli szállítási díj emelését, hiszen ilyen alacsony áron szerintük nem éri meg utasokat szállítani. Az ungvári önkormányzat végrehajtó bizottságának ülésén végül jóvá hagyták az indítványt. Az emelésre a szakemberek szerint azért is szükség volt, mert az állami költségvetésben nem különítettek el pénzt a nyugdíjasok és az iskolások ingyenes utaztatására. Az állami költségvetésben elfelejtettek számolni az utazási kedvezményekre jogosultakkal, tehát az ő utaztatásukat nem támogatta az állam. Ezért az ungvári városi önkormányzatnak pénzt kellett valamilyen módon biztosítani a fuvarozók költségeinek megtérítésére, hogy azok ingyen szállítsák az érintetteket. Ungváron 26 ezer különféle kedvezményezettet tartunk számon, meséli a szakember. Az állam feladatát így helyben kellett megoldani, mindezt pedig a városlakók pénztárcája bánta. Az összes eladott jegyárból befolyó plusz egy hrivnyát ezentúl az üzemeltetők fogják megkapni. A városháza és a fuvarozók abban is megállapodtak, hogy az iskolások ezentúl egész évben ingyen utazhatnak az ungvári iránytaxikon. A változás az, hogy 14 éves koráig minden gyermek ingyen utazhat az iránytaxikon. A nyugdíjasok, ahogy eddig is, ezután is ingyen fognak. Az áremeléssel viszont kevesebb az utasunk, meséli ez a sofőr. Nem minden érintett használja ki azonban az utazási kedvezmények. Egyszerűen nem hisznek benne. Nyugdíjas vagyok, de inkább fizetek a buszvezetőnek, mert ha nem tenném, úgy nézne rám, mint Lenin a burzsóáziára. Kérni a kedvezményre jogosító iratomat, ami nekem nincs. Az arcomra van írva a korom, mondja ez a nyugdíjas. Az ungvári városi tanács 13,5 millió hrivnyányi kompenzációt ítélt meg erre az évre a fuvarozóknak. Az utazási kedvezményre jogosító igazolványokat a helyi önkormányzatnál kell majd igényelni. Igaz, ennek a pontos mechanizmusát még nem dolgozták ki a szakemberek.